A Szolnoki Járásbíróság 2021. január 8-án egy hónapra elrendelte annak a 30-as éveiben járó férfinak a letartóztatását, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2020. december 22-én délelőtt egy karcagi családi házban egy tetlegességig fajult veszekedés során élettársa halálát okozta. A bíróság amellett, hogy idézése nem jelent meg a rendőrségen, ezért rendelte el az egyébként büntetlen előéletű gyanúsított letartóztatását, mert az általa a megalapozott gyanú szerint elkövetett bűncselekmény kiemelt tárgyi súlyú. Azt a büntető törvénykönyv 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, ezért a döntés indoklása szerint tartani lehetett attól, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén elszökne, illetőleg elrejtőzne a hatóságok elől. A 38 éves férfi és élettársa kapcsolata 2020 év végére megromlott, ekkora rendszeressé vált közöttük többnyire féltékenységből eredő veszekedések. Emiatt a férfi 2020. december 6-án kisfiával együtt hazaköltözött a szüleihez. December 22-én azonban meglátogatta volt élettársát Karcagon, a korábban közösen lakott lakásukban, azzal a céllal, hogy a kisfiú láthassa az édesanyját. A férfi és a nő között azonban ez alkalommal is veszekedés alakult ki, a vita pedig kölcsönös verekedéssé fajult. A verekedés során a férfi egy hirtelen mozdulattal átkarolta a nő nyakát, és nagy erővel a mellkasára szorította a sértett nő fejét, a szorításból pedig csak akkor engedett, amikor már azt észlelte, hogy a nő eszméletét vesztette. A férfi által okozott bántalmazás következtében a nő a helyszínen életét vesztette. A férfi a sértett nő holttestét a gépkocsijának a csomagtartójába tette, majd másnap elrejtette. A nyomozóhatóság felkutatta az elrejtett holttestet, jelenleg orvosszakértők vizsgálják a halál pontos okát. A főügyészség a férfi letartóztatását azért indítványozta, mert a kiszabható büntetés súlya és a gyanúsított korábbi eddig tanúsított magatartása miatt tartani kell attól, hogy szabadlábon hagyása esetén elszökne a hatóság elől, illetőleg bizonyítékok megsemmisítésével nehezíteni a nyomozást. A letartóztatás elrendelése tárgyában született döntést az ügyészség a gyanúsított és a védője is tudomásul vette. Így az a mai napon véglegessé vált.